természetesen nem fordítottak hátat a színjátszásnak, hiszen játszani a játék öröméért kell. Történetük egy részleges kovácsról szól, aki rövid időre belekóstolhat a királyságba. Hogy mi lesz ennek a vége? Szörnyű kiózaldás. A darab címe András Kovács királysága. Rendezte Rajna Völgyi Vilmos osztályfőnök. Tehát András Kovács háza ez itt, ő maga nincsen tudatokat valós. Az olyan, hogy népet vegyünk.
szörnyű barátság. Istenlek! Imádom! Imádom, hogy a bolyagból!
atyám hamar beletanult. Véges hivatalhoz merre vezet az út? Testvérek! Haladjunk!
Nagy igazság van a jó borok az ágban. Még egyfelől András tőle elbutula, másfelől Lázárban. A bölcsességét gyújtál fel, és feleszmél. Talán az eszemvesztél? Sorsomnak bulasat András mód keresni. Bűnkösdi lesz érzem kapott kovácságom, ha nem okulok, levedlek gazdalmat. Látva, amit láttam, a sors, mint sorszak, kocsma tölteléknek, szolgapofozónak. Azzal a jó kancsot sarokba hajítál, orcájállását jámborrá simítál, és Andráshoz ballag. Egyenes a lépte, barackot nyom, derék szolgálja fejére, szól a hozzá csöndes emberforma szóval. Lódulj, fiam, András, béküljünk a sorssal! Így lehet tisztesség a komédiának. Mihez fogható? Alig ha találnak. Tanúsítvány, amit nem titkol a fáma. Maga!